Telgis, azaz a Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 1995-ben nyitotta meg kapuit. A 18 év alatt több mint 1000 tanuló szerzett nálunk nappali vagy esti tagozaton érettségi bizonyítványt. Gyömrőről és a környező településekről érkező tanulóink családias hangulatú iskolában, barátságos légkörben, szakmájukat szerető tanárok segítségével készülnek fel az életre. Diákjaink az ország számos egyetemén és főiskoláján folytatják tanulmányaikat, büszkék vagyunk az orvosi, ügyvédi, mérnöki vagy más diplomát szerzett egykori telekisekre. Iskolánkban angol, német, olasz és orosz nyelveket tanulunk. A 11. osztályban sokan tesznek előrehozott közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát. A nyelvórákon játszva tanulunk. Sokat beszélünk idegen nyelven, és megismerjük az adott ország kultúráját. 9. osztályban heti 12 óra angol órán volt, 11-ben pedig emelt szintű angol érettségit tettem. Az 5-ös Tórán Tudomány Egyetemen szeretnék tovább tanulni, ezért angolból emelt szintű érettségit tettem. Az informatika oktatás 3 korszerű teremben zajlik. A gimnáziumi tanulók elsajátítják azt a tudást, amelyre minden szakmában szükség van, a szakközépiskolások pedig a gazdasági informatikus, szoftverfejlesztő vagy internetes alkalmazás fejlesztő szakmákra készülnek fel. A természettudományok oktatásában fontos a szemléltetés. Tanáraink korszerű eszközökkel oktatják a földrajzot és a biológiát, a matematikát, fizikát és a kémiát, ahol valami mindig füstöl, bugyog, az anyagok alapot vagy színt változtatnak. Rajzórákon nem csak rajzolunk, hanem megtanuljuk a Photoshop használatát, ami szükséges lehet ahhoz, hogy weblapot készítsünk magunknak vagy másoknak. Jó időben a tesi órát az udvaron! Rossz időben a konditeremben zajlanak. Régi diákjaink gyakran meglátogatják egykori iskolájukat. Tajdi Gábor vagyok, 2002-ben végeztem itt a Teleki László Gimnáziumban, legfőképpen azért szerettem ide járni, mert nem kellett hajnalba kelnem, mert fél kilenckor kezdődik a tanítás. Nagyon jó közösségünk volt az osztályban, Beliszkildik volt személy szerint az osztályfőnököm, nagyon jó kapcsolat állhatom összes többi tanára, évfolyamtársakkal igazából. Ha én fiatal lennék, akkor ide járnék Gyömbön a Teleki László Gimnáziumban. Gál Adrián vagyok, gyömrői lakos, 2000-ben esti tagozaton végeztem itt a gimnáziumban. Mikor gyermekem továbbtanulására került a sor, fontos szempont volt számunkra, hogy olyan iskolában járjon, ahol jól fogja érezni magát, amivel plusz jó pont az pedig, hogy itt helyben Gyömrőn van. Sziasztok, Péntek Gyulai Attila vagyok. 2006-ban én is itt végeztem a Teleki László Gimnáziumban. Az iskolából nagyon sok mindent iskolától nagyon sok mindent kaptam az éveim során, leginkább a szemléletmódot, hogy hogyan lehet más emberekhez viszonyulni, hogyan kell más emberekkel kommunikálni. Tulajdonképpen a ballagásnak, meg a tanévzáróknak is egy mondata maradt meg bennem, az, hogy próbálj meg ne sikeres ember lenni, hanem értékes. Sziasztok! Finta Zsolt vagyok, 2011-ben végeztem itt a gimnáziumban, és főiskolai gyakorlatomat is itt végeztem el, és mikor visszajöttem, nagyon nagy szeretettel fogadtak. Szmutkó Lászlónak hívnak, én is itt végeztem a Teleki László gimnáziumban 2006-ban. Szintén 6 év folyamos osztályba jártam, és az itt eltöltött 6 év bebizonyította azt, hogy igenis értékes embereket tudnak az itteni
diákokból nevelni. Mind tanulásügyileg, mind pedig életre való diákok kerülnek ki ebből az iskolából. Én azt hiszem, hogy érdemes ide járni. Konzervált tűnne vagyok, 2001-től 2005-ig magam is az iskola tanulója lehettem, majd a lányomat is ebből az iskolába irattam, aki azóta külföldön sikeresen dolgozik, az ehhez szükséges nyelvtudását pedig ebben az iskolában szerezte meg. Vaha Braszó vagyok, én is a Teleki gimnáziumban végeztem, azóta Gyömbön vagyok kéményseprő, és mindenkinek sok szerencsét szeretnék kívánni, aki ebben az iskolába szeretne járni. Hey!